Azt nem tudni, mikor jöhetnek vissza ezek a gyerekek az iskolába. Ráadásul ismét abban az időben érkezett a korlátozás, amikor az előrehozott érettségi vizsgákkal kell megküzdeniük. Nálunk már a hétvégén elkezdődött. Egy diákunk pozitív lett, tehát egy osztálymától már otthon van, tehát digitális oktatás folyik, illetve valószínű még néhány lenne, ha nem lenne az egész iskola otthon. Igen, valóban ez most nem lesz egy egyszerű helyzet, hiszen ugyan készültünk mindenre, de hát azért most mégiscsak kicsit nehezebb lesz, hiszen hetedikesek, nyolcadikosok előre láthatólag még jönnek, tehát itt kell lenni a kollégáknak, viszont ha éppen nincsen velük órájuk, akkor pedig az otthon maradott diákokkal kell foglalkozni. Tehát ezt éppen most fogjuk majd pontosítani, kidolgozni, hogy milyen órarend szerint, hogyan tudjuk beosztani. Nyilván tömbösíteni tudjuk majd az órákat, és akkor így egyszerűbb lesz talán az oktatás. Nem érintette meglepetésként az állás az iskolavezetést. A tavaszi tapasztalatok felhasználásával folytatódik az oktatás. Fölkészültünk erre a lehetőségre, hiszen a Classroomban minden osztálynak megvan a kis osztály, a csoportja, tehát oda tudják a kollégák küldeni a feladatokat, illetve a gyerekek is tudják a megoldott házi feladatokat visszaküldeni. A Zoom reméljük működik továbbra is, ott már tulajdonképpen csak a két új osztálynak kellett némi útmutatást adni, és szerintem nem fog ez problémát okozni. Ami nehézség lesz, egyrészt az, hogy mi lesz a szóbeli érettségizőkkel, hiszen éppen ma tekinthették meg az írásbeli vizsga eredményét, és hát bizony bő két hét múlva lenne a szóbeli. Ezt nem tudjuk még egyelőre, hogy fog működni, és itt az iskolában is nagyon sokan szóbeliznének. A másik nehézség az értékelés, hiszen tavasszal kellő számú jegyük volt a diákoknak, most viszont alig két hónapja kezdődött a tanítás. Tavasszal könnyebb volt a helyzet, mert egész évben dolgoztak a gyerekek, értékeltük a munkájukat, tehát az, hogy most lett még egy-két olyan jegy, amit az alatt a két-három hónap alatt szereztek, az rendben van, de most még csak két hónapja járunk. Úgyhogy ez egy picit biztos, hogy nehezebben fog menni, hiszen kipróbáltunk több lehetőséget, van amelyik úgy, ahogy működött, van amelyik sehogy nem működött, de ezt is valamilyen formában meg fogjuk majd oldani remélhetőleg. A tavaszi home office után a gyerekek elkezdtek vágyakozni az iskola után, és most újra szembe találták magukat a helyzettel. A végzősök nagyon nem örülnek ennek, hiszen ők már tavasszal is három hónapot így tanultak, és most pedig újra. Egy kicsit tartanak attól, hogy mi lesz, de okultunk, tanultunk a tavaszi menetből, és megpróbáltunk azért egy picit módosítani, hogy mit, hogyan lehetne hatékonyabban, hogyan lehetne jobban, hogy tényleg tudjanak a gyerekek otthon is készülni. Hát a számon kérés biztos, hogy hiányozni fog, hiszen azért az mindig egy picit motiválja a gyerekeket. De hát reméljük, hogy belátják, hogy az ő érdekük az, hogy minden flottul menjen.